Szerző testvéreim, olyan szép a husvét liturgiája. Nagy szombat este, ugye ennek az evangéliumnak az első felét olvastuk, asszonyok mennek a sírhoz. A halott Krisztusnak akarják megadni a végtisztességet, és az élővel találkoznak. Üdv nektek! A tegnapi evangéliumban két tanítvány, Péter és János, szinte versenyfutást rendeznek, kiér előbb a sírhoz, a fiatalabb győzött, János is ér előbb a sírhoz. De nem megy be. Megvárja Pétert. Péter belép, Látja az ott összehajtott lepleket, az üres sírt, aztán János is belép, látott is hitt. Az evangéliumok vezérfonnala íve most tovább folytatódik. Az asszonyoknak el kellett menni ők a tanítványokhoz, az üzenettel, az angyal üzenetével, menjetek Galileába, ott majd találkoztok vele. Ugyanakkor a zsidó hatóságok is mozgolódnak. Szemmel tartják a sírt, a lepecsételt, odahengerített követ. És amikor látják, hogy mi történt, a megbízottak, a spiszlik, azok akkor is voltak, jelentik a hatóságoknak, hogy üres a sír. Ez a mai evangélium. Tegnap is Péter predikációját hallottuk, tegnap egy pogány százados Kornéliusnak a házában Éppen Kornéliuszt is épít kereszteli meg, ami Péternek nem kis belső vívódása. Szabad-e egy pogányt megkeresztelni, és egyedül dönt, elmegy a pogányhoz, miután egy, bá egy látomásban bátorítást kap, tisztátalan és tiszta állatokat rituálisan lát egy lepedűn, és kapja a bíztatást, edd meg. A tisztátalan nem evett a zsidó, ma is. Mert valaki beszámolt, zsidó családnál volt, talán gyerekpesztronka, és milyen kényesen kellett vigyáznia, hogy amiben tejet melegítettek, azt máshova tegye azt az edén, mint amiben a kóserkosztot főzték. Péter túlteszi magát ezen a kínon, és ott Kornélius házában egy a mai Szentleszkében hallott beszéd símájához hasonlót mond el. Mi ezeknek az első Péterik prédikációknak a símája? A mai beszédrészlet, amit hallottunk a cselekedetekből, ezt a pünkös történetét mondja el, amikor a szentileg kiáradása után Péter kiáll a tömeg elé, mondhatnánk egy internacionális tömeg elé, zsidó különböző tájékról és országokból, a földközi tenger partjáról zarándokoltak el Jeruzsálembe. Nekik predikál és a síma ma is ugyanaz, mint tegnap Kornélusz házában mondott beszédében. Megszólítás, Jézus szenvedésének kifejtése. Tegnap ott fejezte be Péter Kornéliusznál, a pogány hogy mindennek tanúi vagyunk, és ez a feladatunk, hogy tanúságot tegyünk a feltámadottról ebben a pünkösdi beszédben másként folytatódik a beszéd. Itt is elmondja, hogy mi minden történt Jézussal, akit a názáreti, akit Isten igazolt előttetek, amikor, mint tudjátok, által a hatalmas csodákat és jeleket vitt végbe köztetek ezt az embert ti az Isten előre elhatázott terve szerint kiszolgáltottátok a gonosz keze, gonoszok keze által. Nagyon szép és mély mondat. Isten előre eltervezett szándéka szerint kiszolgáltottátok a halálnak. Emberek hajtják végre a tettet, de Isten szándéka ott van mögötte. Az ember tervez, az Isten végez. Ez az életnek a rendje. Csak az emberek nem mindig fogják föl. Azt gondolják, hogy ők csinálják a történelmet. A fontos politikusok némelyike szinte nevetséges ebben a háttérben. És akkor vádolja ott a zsidóságot, hogy kiszolgáltattátok Jézust. De a mai olvasmánynak az üzenete más. És a mai ünnepnek is a tartalma más. Ezt a Jézust, akit Isten szándéka szerint őt saját kezüleg megölték, az Isten fölemelte, és ott maga mellé ültette a trónra. Tulajdonképpen a mai nap, úsvét hétfő, amit már semmibe veszünk, az lehetne így mondani Krisztus királyságának, Krisztus uralmának az ünnepe. Amikor az értünk szenvedő Krisztust Isten megdicsőítette. szemem előtt az Úr mindenkoron, idézi a Zsoltárost, ő áll jobbomon, meg nem inokhatok, Ölvend a szívem, ajkam énekel, a testem is békében nyusszik el, lelkemet a holtak honában nem hagyod, hogy szented romlás lásson nem akarod, az élet útját mutatod meg nekem színed előtt örülni, gyönyörűségem. Jézus feltámadt a halálból, fejezi be a beszédet, és mi mindennek tanúi vagyunk. Testvérek, Jézus életének a kezdettől fogva eseményeit sorolja föl Péter, és a megdicsülés annak, aki értünk szenvedett, jót tett, értünk való lét volt. Ezért Isten felmagasztalta őt. Nem, nem engedte át az enyészetnek. És a Zsoltár sorban ott van ez a mondat, ami üzenet számunkra, az élet útját mutatod meg nékem. Testvérek, mindannyiunk, ki élet útja ez. Próbálunk másokért élni, mint Jézus, aki értünk emberekért emberré lett. Értünk emberekért keresztre feszítettek. És az élet útját mutatja, nem hagyom testemet az enyészetnek, a sírgödörbe, hanem Isten jobbjánon ül. Ez a keresztény élet látása, az élet útja. Mikor idősebbek vagyunk, azért nem tudunk már nem gondolni a halálra sorra potyognak el rokonaink, kortársaink. Normális, hogy gondolunk a halálra. De Péter, amikor predikál ennek a nagyon vegyes hallgatóságnak, akkor arról beszél, hogy az élet útját mutatott meg nekem. A mai nap, húsvét másnapja, kifejezetten is már az élet útját mutatja nekünk. Egész világosan és egyértelműen ránk vonatkoztatja a husvéti eseményt. Ezt vigyük magunk ezt a szókapcsolatot, az élet útját ünnepeljük Jézusban, ami minket is érint.